Veletek volt már olyan, hogy egyszerre imádtatok és utáltatok valamit? Én most pont így vagyok ezzel a készlettel. De mielőtt mélyebben belemegyek, hogy miért érzek így, nézzétek meg, hogy hogyan boldogultam az összerakásnak a második részével. Aki az előző videót látta, az tudhatja, hogy mennyire kettős érzésem volt ezzel a motormodellel kapcsolatban. Hála az égnek, eljutottam a 180. lépésig, és azt kell mondjam, hogy a második felében eddig sokkal, de sokkal egyszerűbb az építés. Vannak az útmutatóba hülyeségek, meg nehézségek, de mégis sokkal könnyebben kisilabizálható. Láthatjátok, hogy most már egész komplexen néz ki a motor, kapott egy szép vörös borítást felülre, különféle kerékelemek vannak itt is sorba, valamint a szelepekhez is kellett egy mechanikát ide ráépíteni, ami mozgatja szépen körbe-körbe a szelepeket. Valószínűleg ez majd csatlakozik ide lentre, és akkor majd együtt fogják a dugattyúkkal együtt mozgatni a szelepeket, ugyanis ide is kellett egy fogaskerekes mechanikát tenni. Még megfordítottam nektek, ugyanis még ide is került fel egy elem, amit itt egy forgatható résszel lehet mozgatni. Tehát egész sok mindent kellett ebben a durván 40 lépésben ráeszkábálni, de eddig már ezzel a résszel sokkal-sokkal elégedettebb vagyok, mint az első 50%-kal. Remélem, hogy ez így is fog majd tovább haladni a végéig. Eljutottam a 234. lépésig, hát őszintén szólva a második 50% az olyan, mintha egy teljesen más modellt építenék, mármint hogyha az összerakási útmutatót nézem, sokkal egyértelműbb, vagy már nincsenek olyan részek benne, ami komplikáltabb lenne, nem tudom. Sokkal jobban haladok, sokkal gyorsabban, sokkal olvashatóbb. Mint láthatjátok itt a másik oldalon, ugye az ellenkező oldalon voltak azok a kis kerékelemek, a másik oldalra is felkerültek ilyen szürke, szárnyszerű borítások. Van itt egy kitüremkedő rész. Én nem vagyok autószaki, annyira sajnos nem ismerem a motorokat, úgyhogy ilyen szakmai magyarázatokba nem tudok belemenni. Nem mutatom a két oldalát nektek, az egyik így néz ki, a másik oldalról pedig így néz ki, szerintem tök jól mutat. Ez az oldala lett egy picit komplexebb, felkerült ide egy egészen nagy mechanizmus, még nem tudom, hogy ez pontosan mire fog szolgálni, valamint itt van a lánc meghajtás is, ezt is fel kellett ide rakni, és egyébként tökéletesen működik, már is meg is mutatom. Így látszik legjobban, hogyha ezen az oldalon mutatom meg. Így már, hogy össze van kötve a lánccal, a dugattyúk, valamint fent a szelepek egyformán mozognak, hogyha tekerem itt a mechanikát, csak be tudja, inkább itt fent tekerem, az a legegyszerűbb, láthatjátok. Középen mozognak a dugattyúk, és felül pedig mozognak szépen a szelepek. Úgyhogy ez tökéletesen működik, ennek én nagyon-nagyon-nagyon örülök. És szerencsére, hát vagy nem szerencsére, nincs is már olyan sok a végéig. Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Láthatjátok, hogy sikeresen elkészültem a Nissan RB30-as motorral. Itt áll előttem, teljes pompájában, úgyhogy megnézhetjük közelebbről is minden egyes részletét. Készlet 1985 darabos, méreteit tekintve láthatjátok, hogy egész impozáns, minden oldalát körbemutatom nektek, majd megnézzük közelebbről is, úgyhogy nem kell félni, hogy ilyen gyorsan megforgattam. Elmondtam a videó elején az összerakás végső fázisainak bemutatásakor, hogy a második szekció az már jóval egyszerűbb volt azért, mint az első, bár itt is voltak azért hülyeségek az útmutatóba, valamint hát sajnálatos módon ki is maradt egy-két rész, de erre majd kitérek a videó megfelelő részénél. De nézzük is meg a motort. Gondolom kíváncsiak vagytok rá működés közben, valószínűleg ez érdekel legtöbbőtöket, úgyhogy meg is fordítom, és egy icipicit be is kapcsolom, hogy láthassátok működés közben
oldalról. Íme. Szinte tökéletes, egy-két hiányossága van csak, mindjárt kifejtem. Milyen részei vannak a motornak? Tökéletesen megjeleníti az RB30-as motort. Szerintem kezdem a tetejéről. Ugye van egy vörös borító részünk, egy fedél részünk, amin vannak további kis elemek. Ez nem teljes, lyukak vannak benne, így láthatóak a szelepek is működés közben. Az egyik legkomplexebb rész volt a szelep szekció, de szerencsére ez is tökéletesen működik. Az első oldalán, most ezt kineveztem első oldalnak, a szelep rész csatlakozik fent a vezérműszíhoz, ami láthatjátok, hogy itt fut, végig, és itt lent is rácsatlakozik a dugattyúkat irányító tengelyre. Így konkrétan a vezérmű szíj egyszerre irányítja a szelepek nyitódását, záródását, valamint a dugattyúknak a mozgását. Továbbá erre a tengelyre van még itt rátéve ez a felni elem, ilyenekkel szokták a felnit is megoldani, itt is van egy, meg itt is van egy, és láthatjátok, hogy ez egy gumival van összekötve, és ez mozgatja a hűtőventilátort, a generátort, valamint a vízpumpát együtt a dugattyúval, valamint a szelepekkel. Tök jól működik egyébként. Kicsit, hogyha oldalról ránézünk, akkor azt látjátok, hogy a hűtőventilátor rész egy icipicit előre bukik. Nehéz a feje sajnálatos módon, de így is tökéletesen működik. Kicsit furcsáltam először, hogy a hűtőventilátor lapát részeit fordítva kell felhelyezni, de valóban így jobban mutat. Mint mondtam, itt van lent a generátor rész, ez a kis pici rész. Működés közben ennek a belseje is forog körbe-körbe. Ezekről majd mindig vágok be egy-egy részt. Valamint itt a hűtőventilátornak a folytatása bent, szintén egy kis szürkés elem rész, ez is forog, ez pedig a vízpumpát szimbolizálná. Ha már megfordítottam, itt helyezkedik el fent a szívósor rész. Szerintem nagyon-nagyon hasonlít az eredeti RB30-asnak a szívósorára, főleg azokkal a kis felni elemekkel, amiket ide kellett tenni. Hát itt van egy aprócska felesleges rész, ugyanis az útmutatóban ez a szürke elem, ez így szépen felfele áll, de nincs rácsatlakoztatva semmire. Hát itt lebukik, de azért ezt így itt hagytam. És a szívósorral ellentétes oldalon helyezkedik el a turbó feltöltő. Ez a rész itt. Egy világosabb szürke és egy sötétebb szürke részből áll, ilyen szájszerű szürke panelek előtt helyezkedik el. Hát itt jön ki az útmutatónak az egyik legnagyobb hibája, ugyanis a legvégén egy videót megnézve jöttem rá, hogy hát ez a rész is forogna bizony belül, ezt is lehet forgatni, vagyis hát lehetne forgatni, látjátok, kézzel tudom is forgatni, viszont ahhoz itt a középső részén át kellene vezetni kettő gumit, és ide bevezetni a motor belsejébe. Ezt már én nem csináltam meg, nem volt az az Isten, hogy ezt a részt, meg ezt a részt én teljesen visszabontsam, hogy belehelyezzem a gumikat, de mint láthatjátok még egyszer, kézzel is lehet forgatni a belsejét. Ez teljesen kimaradt az útmutatóból, a gumiknak a felhelyezése egyáltalán nincs benne, hát ez eléggé furcsa azért. És amit majdnem kihagytam, és amit először meg is kellett kérdeznem netem, mert magamtól nem tudtam, hogy mi is lenne az a rész, nem vagyok egy autószaki, az a fehér hengerszerű elem, ez itt az olajszűrő, kérem szépen, és ezt nagyon ügyesen, okosan megvan oldva, hogy ez a merevítő részhez kellett csatlakoztatni. A mechanikák működéséről egy motor gondoskodik, itt van ez, ezt kellett rácsatlakoztatni a tengelyre, szépen ugye végigfut, és itt meg mindent össze kellett kötni, és akkor itt tökéletesen működik az egész, hát kivéve a turbó feltöltőt, de azt elmondtam. És ugye ide kellett felpattintani magát az irányító egységet, ami 6 darab két ás elemmel működik, és érdemes egy kicsit jobb minőségű elemet beletenni, azt jobban szereti, akkor sokkal gyorsabban mozog. Még mindig kicsit vegyes érzéseim vannak a készlettel kapcsolatban, maga a készlet minősége, kinézete, mechanikái, szerintem az 10-ből 10-es, az útmutató, hát jó indulattal, egy olyan 4-es, 5-ös a 10-ből, voltak az egy jó részei. De hát most mondjátok már meg, hogy hogy lehetett kihagyni konkrétan egy ilyen fontos részt, mint hogy a gumikat felhelyezzük ide. Egyébként az első gumi se szerepelt az útmutatón, azt is a videóból láttam én, hogy oda kell rakni. Van rá most egyébként egy elég durva akció,
A Let's Do It Yourself-nek a német oldalán elérhető az angolon is, de hát a 165 dollárba kerül, még a 20%-os kedvezményemmel is olyan 130-135, viszont a német oldalon alapból 115 euróra van leakciózva, és most még ebből lejön 25% kedvezmény alapból, tehát olyan 89 euró, az olyan 35 ezer forint jelenleg az ára, ingyenes szállítással. Na már most 35 ezer forintot ez teljes mértékben megér, de szeretném még egyszer kihangsúlyozni, kezdőknek egyáltalán nem ajánlott. Akiknek már van némi tapasztalata, építésben építettek kicsit bonyolultabb szerkezeteket, azok próbálkozzanak vele nyugodtan, viszont az útmutatót nagyon-nagyon-nagyon figyelmesen kell nézni, ugyanis nincsenek benne tesztelési fázisok se, hanem csak pakolja egymásra, és hogyha egyszer elrontottál valamit, kihagytál valamit, nagyon fájdalmas lehet a visszabontása. Én még egyszer elindítom nektek erről az oldalról is, hogy láthassátok a működését. Íme. Szerintem ezt nem kell tovább magyaráznom, tökéletesen működnek azok a mechanikák, amin csatlakoztatva vannak. Én még egyszer köszönöm szépen a Let's Do It Yourself-nek, hogy elküldtétek nekem. Talán egy icipicit jobban is tetszik nekem kinézetre, mint a Holden V8-as motor volt, amit korábban összeraktam. Ha arról lemaradtatok, azt itt megtekinthetitek. Már ugye az a V-kialakításnak köszönhetően egy kicsit extrábbnak nézett ki. Ez meg csak ugye egy 6-hengeres soros elrendezésű motor. No de ezen túl kell lendülni. Viszont összerakása ez egy icipicit macerásabb volt. Szóval még egyszer köszi, nektek is köszönöm a figyelmet, a linkeket az oldalakhoz, az akcióhoz, amit említettem, megtaláljátok a videó leírásában, írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy tetszik ez a készlet, megküzdenétek-e egy ilyen nehéz készlettel, nektek volt-e már olyan építésetek, ami szinte majdnem kifogott rajtatok, úgyhogy várom kommentben ezeket az észrevételeket, és én pedig hamarosan érkezem a következő videóval. Ja, és iratkozzatok fel, légy szíves, és lájkoljátok a videót, mert ezek fontos dolgok. Legalábbis nekem visszajelzések is egyben. Nem akarok többet dumálni, köszönjük, hogy velem tartottatok. További szép napot nektek, sziasztok!